létezik ebben a világban, egy elképzelhetetlenül furcsa helyen, egy sötétlő erdő, amelyben mindannyian eltévedhetünk. Létezik valahol, valamerre, és minden ebben a mélyen sötétlő erdőben kezdődött. Egy este. Az erdő foglyai. A termékeink különlegesek. Ezért tetszenek a fiatal fogyasztóknak. Egy pillanat, uram, csörög a telefonom. Halló? Miért nem vetted föl a telefont? Hogy vagy? Ma megyek be a kórházba. Halljunk. Egyszer már mondtam neked. Mikor? Mikor mondtad, és mit? Miért vagy ilyen közömbös? 4 hete vagyok terhes. Megmondtam már 1000-szer. Én nem vagyok a féle felelőtlen hóhányú. És akkor én? Én most mit csináljak? Ha nem vagy felelőtlen hóhányú, miért én felelek mindenért? És miért kellett elmenned pont most? Halljunk. Sokat kell még gyalogolni? Nem, már nem sokat, egyáltalán. Mindjárt ott vagyunk.
Nagyon nehéz lesz kitalálni az erdőből éjszaka. És amúgy téged hogy hívnak? Yankee. Kim Yankee. És téged hogy hívnak? Eunsónak. Lee Eunsónak. Kissé szokatlan név ez egy fiúnak, nem? Yanghi, miért járkálsz ilyen későn egyedül az erdőben? Anyád nem haragszik meg? A testvérem hajtőjét jöttem megkeresni, de ez egy elég hosszú történet. Különben is, hogy találnám meg? Tarts ki, hamarosan ott vagyunk. Meg is jöttünk. Hú. Tényleg ez a házatok? A tiétek? Boldog gyerekek otthona. És amúgy nem féltek itt lakni? Az erdő közepén? Dehogy is, egyáltalán nem. Tökéletesen megfelel nekünk ez a hely. Yanghi, mielőtt kimész az erdőbe, legközelebb szólj anyádnak. Jó? Elnézést a késői zavarásért. Nem történt semmi. Én örülök, hogy találkoztunk. Ja, Istenem! Úgy látom, megsérültél. A lényeg, hogy mi szívesen látunk is otthonunkba. Lehet, hogy álmos. Annak látszik. Hadd mutassuk be neked a gyerekeinket. Aki mellettem ül, ő Manboga, a legidősebb fiunk. Az idén lett 13. Ő a legkisebb lányunk, Jangsun. 7 éves, de egy kicsit gyenge. Nem baj, majd megerősödik. Ő pedig Yanghi. De hát, ti már ismeritek is egymást. Ő néha ránki ezt azzal, hogy éjszaka sétálni megy az erdőbe, és az ágyban csak a hűlt helyét találjuk, igaz? Csodálatosak a gyerekeink, ugye? Igen. Ne haragudjatok. Használhatnám a telefonatokat? A mobilom nem működik. Nagyon sajnálom. De a mi telefonunk sem működik néhány napja. Már bejelentettük a szolgáltatónak, de még nem küldték ki a szerelőt. Talán holnap. Nagyon fáradtnak látszik a fiatalember. Bizony, ugye? Bizony. Igen. Kitakarítottad a fenti szobát? Persze, van takaró, paplan, meg minden. Pihenésre van szükséged, feküdj. Első nap. Nincs töltés. Nincs térerő. Reggelizd velünk, Eunsó. Biztos éhes vagy.
Gyakran eszünk édességet reggelire. A gyerekek imádják, gondolhatod. Hát, nagyon szép. Csak a születésnapi gyertyák hiányoznak. Na látod, óhajott parancs. Mi már reggeliztünk, szolgáld ki magad. Rendben. Nem javították meg véletlenül a telefont? Még nem. Még nagyon korán van, szinte hajnal. Mert hogy amikor balesetet szenvedtem, éppen egy telefonhívás közepén voltam. Anyám állapota válságos. Az mit jelent, hogy anyám állapota válságos? Azt, hogy az anyukája súlyos beteg és bármikor meghalhat. Hogy halhat meg egy anyuka? Az nem lehetséges. De igen, meghalhat, ha már nagyon öreg és beteg. Ne sajnáljatok, nem állok olyan közel az anyámhoz. Az anyuka jó dolog. Ha felnősz, majd megtudod, hogy van, aki közel áll az anyjához, és van, aki nem annyira. Szerencsés, akinek van. Az anyuka a lehető legjobb dolog a világon. Igen, mi is tudjuk, hogy a gyereknek az anyuka a lehető legjobb. Bizony. Manbogának igaza volt abban, amit mondott, ugye? Ne haragudj. Kicsit máshol járnak a gondolataim. Ne haragudj, Manboga. Igazad volt. Köszönöm a reggelit. De most már tényleg mennem kell. Ahó. Ahó, van itt valaki? Hát ez tiszta őrület. Azon az úton mentem, amit mondtatok.
de nem találtam ki az erdőből. És hirtelen besötétedett. Mivel annyira mélyen vagyunk az erdőben, hamar besötétedik, még akkor is, ha egy kicsit felhős az ég. El kellett volna kísérnünk téged az úton. Sajnálom, hogy megint a terhetekre vagyok. Mivel nem telefonáltam, a barátnőm biztos falra mászik az aggodalomtól. Szükségem lenne a segítségetekre. Olyan könnyű eltévedni itt, ha az ember egyedül van. Ha holnap elmész dolgozni, szeretnék én is veled menni, legalább amíg kijutunk az erdőből. De én most éppen szabadságon vagyok. És a kedves anyuka? Nem szokott a piacra járni? Szépen kérlek. Ha elmész vásárolni, akkor vigyél engem is magaddal. A piac nagyon messze van ám innen. Mindenki ezt mondja, de minden mindig kapható. Ez komoly? Akkor menjünk be holnap mindannyian együtt a városba. Ti vásároltok, én meg haza tudok jutni. Ne haragudj, de a legkisebb lányom egy kis gyengélkedik. Ezért nehéz lenne. Szerintem pihent ki magad. Na és hogy jutok haza innen? Én majd megmutatom az utat. Megengeditek? Én is tudom a kivezető utat. Veletek megyek, jó? Én is veletek megyek. Jól van, menjünk mindegyütt, ti angyalok. Angyalnak nevezett minket. Angyalok vagyunk. Nincs térerő. Miféle hely ez, valami Bermuda háromszög? Ki vagy? Janki? Járkál álmában? Igen. Néha járkál álmában. És nyitva van a szeme is közben. Amúgy azt mondd meg. Te nem is vagy az apánk. Miért érdekel ennyire a sorsa? Szólíts engem Eunsónak, és gondolj rám úgy, mint a testvéredre. Tessék, miattad ébredt fel. Van úgy, hogy nem tudtok aludni? Akkor próbáljátok meg ezt. Egy kis bárány, két kis bárány, három kis bárány, négy kis bárány. Eunsó. Kiskutyákat nem lehetne számolni a bárányok helyett. Kiskutyákat? Szeretnél kiskutyákat, ugye?
itt az első kiskutya. Legyen inkább fehér kiskutya. Fehér kiskutya? Rendben. Egy fehér kiskutya, két fehér kiskutya, három fehér kiskutya, négy fehér kiskutya. Második nap. Mi baj van? Hová lettek a szüleitek? Hol van a papátok? Sürgős dolgunk akadt, légy szíves, gondoskodj a gyerekekről néhány napig. Apu és anyu. Csöndet! Nekem át kell gondolnom, addig maradjatok csöndben, jó? Maradjatok már csöndben egy percre! Különben baj lesz! Ne haragudjatok. Nem ti tehettek róla. Majd én, hagyd! Jó étvágya, te úszó! Mandoga, hogyha megkérlek rá, bevinnél engem a városba? Nem hagyhatom itt a többieket. Jiangsu nem tud messzire menni, mert gyönge. Yang Hivel meg tanulnom kell délelőtt. Ha nem mehetünk együtt, legalább megmutatnád nekem, merre van az út. Ha bejutok a városba, találok valakit, aki gondoskodik mindannyiótokról, ígérem. Aranyosnak tűnik. Egyelőre igen. Ki van ott? Van ott valaki? Valaki lakik még ebben az erdőben, ugye? Dehogy! Pedig én láttam valakit. Csak elestem, miközben üldözőbe vettem. Akkor itt maradsz velünk éjjelre. És a telefon? Eunsu, gondolj csak végig. Ha nem működik a telefon, akkor hogy tudtunk volna rajta segítséget kérni? Senki nem hívott szerelőt. És hol van a telefon? Ah!
képnél akarsz minket hagyni, te is, ugye? Azt nem hagyjuk. Nem hagyjuk. Ha eltévedsz az erdőben, csak egyre mélyebbre jutsz. Az erdő mélyén jártál. Ha követem az utasítást, amit adtál, akkor kijutok ebből az erdőből, ugye? Hát látod, ezért kellett volna megjelölnöd az utadat morzsákkal. Apa és anya nagyon messzire elmentek ma reggel, borzasztó messzire. Apa anyát vitte be a kórházba, mert itt nincsen kórház a környéken. Értem. Most már értem. Ha valaki beteg, ezt kell tenni. Ne merj a holminkhoz nyúlni, mert megbánod. Meg mit csinálsz itt? Én láttam itt valakit. Igen? A saját szememmel láttam valakit. Látod, Eunsu? Nincs itt senki. Pedig biztos, hogy volt itt valaki. Hé, te gyáva kukac! Mamboga, szépen kérlek, segíts nekem. Ki kell jutnom innen, mindegy, mi történik. Mégis, szerinted hogyan? Ajándék. Úgy tűnt, hogy rettentően hiányzik az édesanyád. A kiút.
Harmadik nap. Csak nem a városból jöttek. Nem tudják, hogy jutok ki az erdőből? Létezik rövidebb út is? Most úgyse jut ki. Sűrű a hóesés. Mi is itt bolyongunk már egy fél napja. A kocsink lerobbant kint az autópályán. Akkor jobb, ha nem erre jönnek. Úgy hallottuk, arra felé van egy ház. Ott legalább megszárítkozhatunk. Hol hallottak önök arról a házról? Ő mesélt róla nekünk. Hogy nem messze van a házuk. Menjenek vissza, amerről jöttek. Eunsu, nem hagyhatsz itt minket. Vajon mi üthetett ebbe a fickóba? Hol vannak a szüleitek, gyerekek? Elutaztak néhány napra. De hát akkor ti teljesen egyedül vagytok a házban. Ez a sok kincs a tiétek? Persze, hogy a miénk, rengeteg van belőle. Komolyan? Hm? Akkor van valahol egy dzsin is, aki teljesíti az összes kívánságotokat. Ilyen drága játék nem való gyerekek kezébe, de mindegy. Micsoda nyaklánc. Gyönyörű, egyedi darab. Ajaj, továbbra is esik a hó. Mit fogunk csinálni? Csúnyán meg foglak büntetni, hogy megemlegeted. Kitépem a beleidet, kiviszem az erdőbe, és szétteregetem a fák ágai között. Nem esne jól, ugye? Hát dögölj meg! Hajd meg, hajd meg, hajd meg! Ne menj, kérlek szépen! Ne menj el, nagybácsi! Bácsi! Ne szórakozzatok már velem. Miért nem engedtek el? Miért akadályoztátok meg, hogy kijussak az erdőből, mi? Ne kiabálj, ne kiabálj! Ne kiabálj, mert ijesztő. Szárítkozz meg és pihenj le.
Ez a tiéd, ugye? Igen. Hol találtad meg? Kint az erdőben. Igen, igen. Ez mind az ő akarata volt. Az is, hogy most visszajöttél. Az ilyen dolgok soha nem történnek véletlenül. Hadd mutatkozzam be. Én vagyok Bion, más néven Őrszem. A gyerekek nekem már elárulták a nevedet, Eunso. Még hull a hó, a lelkem is fázik. Egyre csak havazik. Kétségbe esett lelkemet beborítja a hó. A fehér hó. Negyedik nap. Ezt a sok mindent egyedül csináltál? Dehogy? Kicsik vagytok ehhez. Kérlek, etess meg, jó? Nem vagy már kisbaba, nagy kislány vagy már. Hm? Egyél szépen egyedül. Etess meg! Most mondtam, hogy egyél szépen, egyedül. Ne játszd el, hogy kisbaba vagy. Ez fáj! Ebből elég. A szüleidek alaposan elkényeztettek titeket. Most már elég legyen. Miről tehetnek ezek az apró angyalok? Üljetek le. Elég, ne vesszünk össze. A télapó idén is gondoskodik arról, hogy minden gyerek kívánsága teljesüljön, mikor eljön a karácsony ünnepe. A karácsonyi szezon hangulata már a tetőfokára hágott, és mivel idén a szünet hosszabb az átlagosnál, az izgalom is nagyobb. Miért szereti mindenki annyira a karácsonyt? Én szeretnék tortát, süteményt, robotokat, üveggolyókat és minden játékot, amit kapni lehet. Ja, és szeretnék babát, és köpet, és építőkockákat. Én egy varázsdobozt szeretnék, amiből bármit elővehetek. Na hát, Janki, jól tud célozni. A nagybácsi nagyon beteg? Igen, valószínűleg megfázott. Jól van. Van egy folt a bőrödön. Hozod az emberre. És te mit csinálsz itt? Nekem úgy tűnt, hogy ezek a gyerekek rettenetesen magányosak lehetnek. Ne nyújj hozzá. Innen nem vihetsz el semmit sem. Te
Te nem mész sem erre? Még nem olvadt el a hó? Jancsi és Juliska. Egyszer volt, hol nem volt. Egy nagyon sűrű, mély, rengeteg erdő. Megint hozzányújtál a holminkhoz? Mi ez az irtózatosan nagy marhaság? A miénk! Add ide azonnal! Te rohadék! Ne merj nekem ilyeneket mondani! Hallod? Na! Ereszel! Eusu! Menjünk ki, és építsünk egy szép hóembert, jó? És légy szíves! Többé ne dühítsd fel Mabogát! Meg mi történt? Kérlek, csendesebben. Nagy bajban leszünk, hogyha a gyerekek ránk találnak. Egyébként én nem az anyjuk vagyok. Mi? Te biztos, hogy jól érzed magad? Az autónk lerobbant itt az országúton néhány hete. És csak segítséget szerettük volna kérni. Akkor találkoztam Jangsunnal az erdőben, és most itt vagyok. És innen nem lehet kijutni, akármilyen elszálltan igyekszik is valaki. Kérlek szépen, ne mondd meg a gyerekeknek, hogy találkoztál vele. De hát miféle? Miféle gyerekek ezek? Elvették tőlem a férjem. Talán halott. Minden esetre nem tudom, hogy hol van. Itt rejtőztem el. Naplemente után ebben a hatalmas labirintusban. Ez a padlás pontosan olyan, mint az erdő. Ha nézd csak. Akármerre indulsz el, mindig ugyanoda jutsz vissza. Megint. Itt van a gyerek.
csinálsz? Ki kell jutnunk innen. Hol vagy? Menjünk el innen, segítek neked. Igenis, ki kell jutnunk innen. Ötödik nap. Te jó ég. Nem láttátok a gyűrűmet? Nem nézted véletlenül játéknak? Nem tudod véletlenül, hogy hol van, mert én nem találom. Hm? Fogalmam sincs. Dehogy is nem tudod. Ezeknek rengeteg drága holmiuk van. Van is nekik szükségük arra az egy gyűrűre, amit te hiányolsz. Úgy látszik, az ember hiába beszél hozzátok szép szóval. Ez a nő bánt engem! Mambogá! Nem szeretem ezt a nőt! Ki nem állhatom! Ne idegeskedj már annyit. Ne avatkozz bele, inkább menj ki a levegőre, jó? Én majd elbánok velük. Rendben van? Jó, rendben van. Kimegyek sétálni. Kimegyek. Elvégre szép idő van. Nem szeretlek titeket. Te vetted el a gyűrűmet, ugye? Utállak, utállak, gyűlölek! Hagyd őket békén, értetted? Gyűlölek. Mindannyiótokat. Rohadék. Mit mondtál, te kis szemét? Most meg mit bámulsz, mi? Minek bámulsz rám? Minek bámulsz? Minden árva gyerek gusztustalan elkényeztetett taknyos! És ti mindnyájan! Mandoga, hagyd ezt abba! Hagyd már abba! Ez azért történt, mert kijöttél a sodrodból. Láttad volna magadat. Mondtam, hogy mit művelt velem az a fiú. Te már nem hiszel nekem? Légy türelemmel. Úgy érzem, mintha valaki szólna hozzám. Itt valami ördögi van. El kellene tűnnünk innen. Csak higgadj le. Kint az erdőben nincsen senki, csak... elveszett bárányok és kisgyerekek. Nincs mitől félni. Nagybácsi, köszönöm, hogy az előbb magadhoz öleltett Jangsunt. Yang-hi, mi történik ebben a házban? Mi ez a sok érthetetlen dolog? Nekem nyugodtan elmondhatod. Hallgatlak. Na, ne csiklondozz! Most már tényleg el kell mennem. Mert várnak. Hát tényleg? Ennyire gyűlölnél mindannyiunkat? Miért akarsz egyfolytában itt hagyni minket? Miért nem akarsz velünk maradni inkább? Te mit csinálsz itt? Megütött engem. Gyűlölöm ezt a nőt. Ugye te is? Köszönöm.
Merre vagy? Az utolsó nap. Na, gyere már! Gyere! Játsszál velünk, nagybácsi, jó? Játsz velünk. Játsszál velünk, jó? És mit játszunk? Én imádok régi, érdekes meséket hallgatni. Én is imádok. A mesék általában szépen szoktak végződni. A főhős pedig elnyeri jutalmát és boldog lesz. Mesélj nekünk valami történetet, amit ismersz. Mesélj! Mesélj már! Jó. Akkor figyeljetek. Nagyon-nagyon régen élt valahol egy gazdag királynő. Volt neki egy nagyon jóképű és okos fia. Csak hogy a férje, a király nagyon öreg volt, és beteg, és már a mese kezdetén meghalt. Akkor már nem is vehet részt a mesében. Biztos vagyok benne, hogy jó helyre került. Mondjuk a mennyországba. Ugye? A mennyország az olyan hely, mint a mi házunk. Ugye? Na, folytasd már, mi történt azután? Szóval a király felkerült a mennyországba. A királyság pedig eltűnt. Ekkor a királynő elküldte a fiát egy olyan kastélyba, ahol csak gyerekek éltek. Az emberek úgy hívták ezt a helyet, hogy az angyalok birodalma. Hú, ott minden gyereknek volt szárnya, és tudtak repülni is. Csak hogy a kastély tulajdonosa nem szerette a kis angyalokat. Megbüntette a gyerekeket, akkor is, ha nem volt rá semmi oka. Nagyon félelmetes ember volt. Na de az a királynő miért nem ment el a fiáért a kastélyba? Egyszer elment érte. Csak nem ismerte meg. Mert a fiú nagyon megváltozott attól az emléktől, hogy egyszer elhagyták. Így aztán, mikor herceg lett belőle, egy napon elhagyta a palotát. És kint találkozott a szomszéd birodalom hercegnőjével. És aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltak, ugye? Nem. A hercegnő méhében megfogant egy gyerek, és a herceg persze eleinte nem tudott róla. Azon a napon, amikor megtudta, akkor hallotta azt is, hogy az anyja beteg lett, súlyos beteg. Ezért a herceg átkelt az erdőn, hogy meglátogassa az anyját. De a kocsi, amin a herceg az anyjához utazott, felborult egy kődarab miatt. Míg a herceg a földön feküdt, arccal a porban egy tündér közelített felé. És a sérült herceget a tündér elvitte egy varázslatos kastélyba. Egy elvarázsolt, furcsa kastélyba, ahonnan nem jutott ki. De ugye
A tündérek a varázskastélyban. Nem is akarták, hogy elmenjen, csak ő akart távozni. Ugye? Ha a herceg nem jut el a hercegnőjéhez, akkor a gyerek biztosan meg fog halni. És a beteg anyát sincs ki ápolja. Pedig mind a ketten számítanának a hercegre. A tündérek mindenre képesek. Pusztán a képzeletük segítségével. A herceg megszerette őket. És boldogan együtt is maradt velük. Csak hogy azután rájött a titkukra. A félelmetes titkukra. A tündérek nem voltak kedvesek. Pontosan. A herceg rájött, hogy milyen sötét titkuk van a tündéreknek. És ezért állandóan megpróbálta elhagyni a kastélyukat. A tündérek nagyon megharagudtak rá. És megcsonkították. És levágták a kezét meg a lábát, hogy ne tudja elhagyni a kastélyt. Te is láthatod. Nem láttátok ki un szókot? Azt a fiatal nőt, akivel idejöttem. Lelépett egy csomó értékes holmival. Hamarosan vissza fog jönni. Ebből az erdőből senki nem talál ki. És még a hó sem olvadt el. Mesélj tovább. Igen, mondd tovább. Hadd tudjuk meg, mi történt a mese folytatásában. Nem tudom. Már nem emlékszem rá. Na figyelj, nagybácsi. Meg kell találnom a barátnőmet, aki eltévedt az erdőben. Nem kérhetnélek meg rá, hogy kísérjen? Vajon hova a pokolba tűnhetett? Nagybácsi. Én szeretem a vicceket, de ez most nem a hülyéskedés ideje. Esküszöm, hogy itt volt. Egyébként ez a ház vicces. Miket talál az ember? Igen érdekes dolgokat. Az előbb eszembe jutott valami. Nekem kéne átvennem a hatalmat ebben a házban. Mert én igazi őrzőfényként működnék. És akkor ide tudnám csalni a jobb erőket is. Pedig itt mindenki megbánja még azt is, hogy megszületett. Ugye? A barátnőd nem tudott elmenekülni. Ez a ház kísérteties. Valami hátborzongató förtelem van itt. Mindenki itt rohadhat meg élete végéig. Veszed, amit mondok? Hallod, de nem ártana, ha egy kicsit udvariasabban fogalmaznál, ha hozzám beszélsz. Szóval arra célozgatsz, hogy ezek a gyerekek nem átlagosak és normálisak, ugye? Figyelj! Az ördög és a gyerek egy helyről jön, egyformán nő fel. Hogyha az angyalok beleavatkoznak a felsőbb erő dolgába, visszaküldhetik a gyerekeket oda, ahonnan jöttek. A mennyországba. Ki a fene vagy te? Megmondtam, hogy beszélj veled több tisztelettel, te rohadék, vagy kitaposom a beletet! A hatalmas erő nem tesz kivételt senkivel, aki beleavatkozik a dolgába. Megértetted?
elveszett báránya. Na mesélj, mióta laktok ebben a házban? Nagyon-nagyon régóta. Á, nagyon régóta. Mennyire régen? Annyira, amilyen öreg te is vagy? Gyerekek, amúgy úgy tűnik, hogy a szüleitek kivételesen rendes emberek lehettek. Ha csak abba belegondolunk, hogy felépítették nektek ezt a gyönyörű házat itt az erdő közepén. Ez a ház nagyon különleges. Márpedig, ha felépítették, és berendezték úgy, ahogy ti elképzeltétek és szerettétek volna, akkor sok értékes holmit hagyhattak rátok, nem tévedek, ugye? Ugye? És mivel már egy ideje nincsenek itt, nektek vásárolni kellett egy csomó dolgot, ételt, játékokat, ruhákat, és adót is kellett fizetnetek. Ugye, gyerekek? Nekünk nincs szükségünk ilyesmire. Mindenünk lehet, amit csak megkívánunk. Csak a fantáziánkat kell használnunk, és kész. Teljes mértékben igazatok van. Egy angyal mindenre képes, ha a fantáziáját használja, más nem is kell neki. Na jó, akkor mostantól én vigyázok a kis angyalaimra. Jó, rendben van. Szülők nélkül ugyan nehéz, de... Ne hallgassatok rá! Miért ne? Te úgyis mindig azon töröd a fejed, hogy elhagy minket. Ő viszont megígérte, hogy mostantól vigyázni fog ránk. Gyerekek, bennem jobban bízhattok. Nagybácsi, te miben mesterkedsz? Mi aggaszt téged ennyire? Anyukátokkal ott fent az emeleten, és Bion barátnőjével. Mi történt? Mi lett velük? Az anyukánk most nincs itt a házban, de előbb-utóbb majd vissza fog jönni. Nekem ígérte meg személyesen. Nem csináltunk semmi rosszat, nagybácsi. Nem vagyunk ám rossz gyerekek, ne gondold! Na most már elég legyen, nagybácsi. Ne vádold meg őket mindenfélével, amikor úgy sincs bizonyíték, hogy semmire. És a felnőttek felelősek mindenért, igaz? Mindenki tudja, hogy a mi kis angyalaink a légynek sem tudnának ártani, így van, Jiangsun, ugye te is egy ilyen kis angyalka vagy? Mi főztük az ebédet? Finom, ugye? Nagyon finom. Ez nem lehet. Ez iszonyatos. Hiszen csak gyerekek.
Segíts! Hogy segítsek? Apuékat várjuk. Várjuk az új aput és anyut. Ah!
teljesen meg fogok csavarodni. Képtelen vagyok tovább várni. Nem akartam megmutatni az ajándékomat anyuéknak. Féltem tőle, hogy túlságosan meglepné őket. Ezért nem is adtam át. Ma megint kimegyek. Csak a házat kéne itt hagyni. És kijutnánk. Jó van, menjünk csak. Bár akárhányszor próbálod, sosem mész vele semmire. Esetleg felgyújtsam az erdőt? Nem tudjátok a kiutat, mi? Csak megint eltévednétek és pánikba esnétek az erdőben. Na igen. Aztán amikor az ember pánikba esik, mindig az anyját hívja. Olyankor még neked is hiányozna az anyád, mi? Hányszor mondtam már, hogy ne emlékezd az anyámat! Mama! Elég legyen! Fogd be a pofádat! Levkegyel! Tudod, mennyire gyűlölt az anyától! Levkegyel! Ne folyt el a kérdet! Kicsapkosom a beleidet! Nem tökéletem! Mondd, Boga! Én ezt már nem bírom tovább elviselni. Majd akkor be fogod végezni! Mit csinálsz? Megőrültél? Nem én mozgatom a kezemet! Valami csinálja ezt velem! Apu! Veszitettek még? Majd rájönnek. Apuka! Ugye többé nem veszekedtek? Én nem szóltam egy szót sem. Ne beszélj hangosan. Úgy. Janki szerint ez álom. Próbáld fel, légy szíves. Azt akarom, hogy ez a fehér figura a babám legyen. A leggyönyörűbb, legnagyobb porcelán baba a világon. Kislány vagy. Te az én babám vagy. Ó, milyen gyönyörű vagy. Hadd öleljelek át úgy, mintha még élnél. Maradj velem. Maradj velem örökre. Balra kell menni. Aztán megint balra fordulunk. Nagybácsi, nem vagyok szerinted elég szép? Miért nem akarsz átölelni soha? Janki, te gyönyörű vagy úgy, ahogy vagy. Nagybácsi, legyél kedves hozzám. Légy szíves.
De mi van veled? Mi baj van? Időnként rémes álmok gyötörnek. Iszonyatos álmokra ébredek. Folyton azt mondja, hogy milyen gyönyörű vagyok. Kicsoda? Ki mondja ezt neked állandóan? Valami szörnyűség történt veled? Nem tudom. Miért akarsz mindig elhagyni minket? Én nagyon szeretlek téged. És mi nem vagyunk rossz gyerekek egyáltalán. Különben is. Most már főszereplője lettél a történetünknek. Tessék? Hát nem azért jöttél ide, hogy rátalálj. Csak képzelj el bármit ebben a szobában, és a kívánságaid valósággá válnak. Hát ezért törtem össze minden egyes tükröt ebben a szobában. Csak ez az egy szoba ilyen, a többi nem. Hallod kint az erdőt? Te, aki hallod az erdő szavát, halld meg kérlek az én énekemet is. Kim Mandoka született 1959-ben. Kim Young-hee született 1960-ban. Kim Jong-sun született 1965-ben. A bátyád itt van. Mamboga nagy testvér. Áruld el nekem. Egy irat sem maradt ebben a házban. Hozzá nem meri érni. És engedd el Jiangsunt azonnal! Te aztán félelmetes vagy. Mamboga nagy testvér, a tekinteted igen rémisztő. Most áruld el,
hova ment az apád és az anyád igazából? Vagy az a hülye nagybácsi talán lelépett tőletek? Avagy Mamboga volt kedves és elintézte őt is? Amikor én fiatal voltam, felrepítettem apámat a mennyországba. Túlságosan sokat piszkált, meg idegesített. Mamboga, talán te is ezt tetted? Az apáddal? Mindegy, formák vagytok. Ettől fordul fel a gyomrom. Gyerekeivel kelljen viaskodnom. Hát hazaküldöm a sátán gyerekeit. Oda, ahonnan ide jöttek. Ezzel a módszerrel. Biztos, hogy van erre más megoldás is. Nézd! Itt szoktuk megbüntetni őket. Lézen, ez csak egy mesekönyv, semmi más. Nem, téved. Ez a mesekönyv valóra váltja az összes kívánságunkat. Miféle szerzetek vagytok ti? Elmondjátok a nagybácsinak, hogy mi történt ebben a házban? Nagyon régen. Valamikor. Itt éltünk ebben a házban mindannyian. Boldog gyermekek otthona. Bocsáss meg!
viselkedjetek rendesen, mert különben baj lesz. És most valakit magammal viszek. Engem vigyél el! Csinosabb vagyok nála. Jiangsu még kicsi, én sokkal szebb vagyok. Inkább engem vigyél el magaddal, jobban jársz. Jiangsu még kicsi, hadd maradjon a többiekkel. Érted? A karácsonyi szezon hangulata már a tetőfogára hágott, s mivel idén a szünet hosszabb az átlagosnál, az izgalom is nagyobb. Miért szereti mindenki annyira a karácsonyt? A télapó mindenkihez eljön. Minden gyereknek teljesíti a kívánságát. Nem tudom. Nem tudom, Jiangsu. És hozzánk, miért nem jött el eddig soha a télapó? Talán azért, mert rossz gyerekek vagyunk. Nem. Csak innen. Messze van a mennyország, és nem talál ide. De azért remélem, hogy idén mégis eljön, és ajándékot hoz. Mámboga? Jiangsu? Ideje felébredni. Angyalkáim, keljetek fel szépen. Gyertek velem. A gyerekek ilyenkor még kissé álmosak. Nem baj, látom, hogy van alkalmuk kipihenni magukat. Ennyi gyerek van itt összesen? Azt hittem, több gyereket nevelnek. Így igaz. Ezek itt a legfiatalabbak. Az idősebbek ilyenkor iskolában vannak a városban. Ez a kisfiú például 5 éves volt, amikor ide került. Folyton verte az apja, ezért ilyen zárkózott. Ó, édes Istenem! Én mindent megteszek érte, de nem olyan egyszerű. Tudja, a gyerekek sorsa a felnőttektől függ. Ez a két lány, két testvér. Ó, hogy hasonlítanak egymásra. Szép lányokká fognak serdülni, egészen biztos. Biztos hát, most is olyanok, akár az angyalok. Bár a legfiatalabb sokszor aggaszt engem, mert egy kicsit gyenge. Talán hoztak nekünk valamit? Gyerekek, vendégségben jött hozzátok a télapó. Messziről jött hozzátok, fogadjátok nagy szeretettel. Látjátok? Nézzétek! Hát nem finom, ugye? Na, vegyétek, egyétek! Há! Nagyra a szádat! Úgy, most te is egyél egyet!
Finom és ízletes, ugye? Hám? Na, milyen? Finom, édes, mi? Na tessék, ezt odaadom az ifjú hölgynek. Ez pedig a könyv, egy különleges ajándék. Karácsonyra személyesen a Télapótól, Jancsi és Juliska. Legközelebb, ha erre járok, megint hozok sok-sok könyvet. Télapó bácsi, ugye te az igazi Télapó vagy? Az igazi vagy, ugye? És Télapó, tényleg az összes kívánságunkat teljesíted? Természetesen. Ha egész évben jó kislány voltál, minden kívánságot teljesülni fog. Télapó, mi egyáltalán nem vagyunk rossz gyerekek. Hát persze, hogy nem. Gyerekek. Figyeljetek, elárulok nektek egy nagy titkot. A mostani karácsonytól fogva, ha csak erősen elképzeltek valamit, és nagyon akarjátok, akkor valósággá válik. Minden vágyatok valóra válik. Csak azzal, hogy elképzeljük. És hogyha nagyon akarjuk. Pontosan. Segítség! Éhes vagyok. Segítsetek! Gyere! Egyél sütit! A Télapó hozta ajándékba. Tudod, karácsony van. Hangjun, ébredj fel! Hé, ébresztő! Lelkemet hatalmas erő érteti. Hatalmas erő, amely mindenkin uralkodik. Ha ti nem volnátok, a világ dolgai sokkal édesebbek lennének. Te gonosz vagy! Látom, hogy te vagy a rossz! Nem, nem, nem. A nagybácsi a rossz ember, nem én. Itt akart benneteket hagyni, nem emlékeztek rá? Én viszont majd vigyázok rátok. Jó lesz? Én megvédelek titeket.
amíg a világ világ. Na, lássuk. Istenem, ne! Most megkapják. Mágoka, segíts már! Veletek maradok örökre. Hazudik. Ne hallgassatok rá, hazudik! Hogy mersz rám így bámulni, te kis szaros? Kitaposom a beledet, te rohadék! Fogd be a szádat, te szemét disznó. Igen. Eunszónak van igaza. Ez a Biun olyan, mint apa volt. Az árvaházban. Ha erősen elképzelem. Karácsonykor minden kívánság garantáltan teljesül. Ugye? Mind a sátán gyerekei vagytok, utani dobozkod! Majd tudok üdvözlek! Siess már! A pokol tüzén égtek el. Boldogan fogunk élni, ugye? Eunszó, maradj velünk örökre, kérünk szépen! Megígéred? Ezt a szörnyű átkot le kell rázzátok magatokról. Itt kell hagyjátok ezt a rémes helyet. Én segítek nektek, jó? Barátokat keresni, új helyre költözni. És végre felnézni... Gyűlöljük a felnőtteket! Ha így folytatjátok, pontosan olyanok lesztek, mint az aljas felnőtt. Dehogy is! Mi mások vagyunk. És azt hittük, hogy te is. De te sem vagy más. Ahogy megszeretünk egy felnőttet, itt akar hagyni minket. Lássuk. El tudod-e hagyni az erdőt? Kérlek. Ki kell jutnotok innen a létező világba. És ott is meg kell találjátok a boldogságotokat. Jó? És ott milyen az élet? Boldogok lehetnek a gyerekek. Nem bántja őket senki, mint ahogy itt régen. Örökre boldogan a nagybácsival. Te már főszereplője lettél a történetünknek. A történetünk pedig itt véget ért. És úgy döntöttünk, hogy velünk maradsz. Értsétek meg, hogy engem is várnak a szeretteim. Tudjátok milyen, ha nem lehet mellettetek az, akit szerettek. Pontosan tudjátok, talán jobban is, mint én. Milyen szomorú és rossz érzés az,
Minket mindenki csak gyűlölni tud. És végül mindenki el akar hagyni. Rólad valamiért azt gondoltuk, hogy más vagy. Azt hittük, hogy valóban megszerettél minket. Yankee, menjünk végre el innen. Örökre. De hát, miért akarsz mindig elmenni? Amikor itt mindenünk megvan, ami csak kell. Csak elképzeljük, és megvan. Már megmondtam. Hamarosan meg fog születni az én kis hercegem. És annak a babának szüksége van rám. Na és velünk mi lesz, ha elmész? Ki fog törődni velünk ezután? Nekünk is kell lesz. Örökre. Én? Egész életemben azt gondoltam, hogy én vagyok a legboldogtalanabb a világon. Mindig megpróbáltam elmenekülni a helyzetből. Innen is, hiszen tudjátok. De már nem így érzem. Nagybácsi, mi nem vagyunk rossz gyerekek. Mégis mindenki úgy gondolja, hogy azok vagyunk. Tényleg annyira rosszak volnánk? Neked is ez a véleményed? Igen. Nagybácsi. Ne haragudj. Bocsáss meg mindenért. Miért bocsássak meg? Minden rosszért, ami történt. Meunszu. Gondoskodni fogsz rólunk, ugye? Velünk maradsz örökre, ugye? Menjünk el innen együtt. Nem tudjátok, hogy megy-e, hiszen sosem próbáltátok. Nem hagyhatjuk el ezt a házat sohasem. Ez a mi igazi otthonunk. Nagybácsi, úgy megszerettelek téged. Annyira jól esik az ölelésed. Köszönöm, hogy átölelhetlek. Köszönöm. Bocsáss meg, Janki. Sajnálom. Hiányzol. Álljunk. Hiányzol. Égessük el a könyvünket. Égessük el a történetet, ami a könyvben szerepel. Igyekezz! Te tudod, hogy mit csinálsz? Égess el, siess! Töröld ki magadat az emlékezetünkből és a képzeletünkből is! Eunszu, mit művelsz? A te dolgod az, hogy gondoskodj rólunk! Isten veled. Isten veled.
Jó napot! Maga a balesetes? Hogy sikerült az autójával ilyen röppályát megtennie? És különben is, hol volt eddig? Hát maga nem semmi. Nem is sérült meg sehol. Hé, fiúk! Gyertek ide! Próbáljátok meg úgy, mintha élnétek! Maga, várjon itt egy kicsit. Lássátok el ezt a palimadarat, és menjünk haza, jó? Hazafelé tudnál egy kis tejport venni? Álmos vagyok. Amúgy szeretlek. Ha az, ami történt, csak álom lett volna, nem érdekelne, mi történt a gyerekekkel. És nem fájna értük a szívem. Miféle különös helyre vetődtem én? Sosem fogok erre választ kapni. Nem találták meg a gyerekgyilkost. Byung-Jiwan autóját a 37-es út mellett találták meg. Vajon Byung-Jiwan lenne a sorozatgyilkos? Egy veszélyes szekta tagja volt. A gyerekek boldogok a létező világban. Magyar hangok. Szatmári Attila, Talmács Márta, Kis Bernadett, Morvai Bence, Varga Gábor, Agócs Judit, Törtei Tünde, Bácskai János. Magyar szöveg Herold Ágnes, hangmérnök Steiner András, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Bogdán Anikó.
Szinkronrendező Balog Gábor. A szinkron a Színetel megbízásából a Balognik stúdióban készült.